hiszem, hogy ezt a döntést megszületett. Viszont az elhelyezéssel kapcsolatban nekem van észrevételem. Tehát a családvezér tér megvizetéssel szeretném alkalmas maradni ezt a székely kapunknak, ahol a családvezér egy aránylag szűk, hosszú és terített hely. A végig gondoljuk fölkül lefele, a Szent István szobor, a II. Világháború is elvégű, az 56-os emléke, a kommunizmus áldozatainak emléke, és most már az ország zászló is ott van ebben a helyben. Tehát valamiféle történetisége van. Ebben a környezetben a székely kapunk úgy, hogy ez megfelelő keresést biztosítson, jól látható, hogy lehet elhelyezni. Ez a tér zsúfolt, már így is zsúfolt. Most egy erőszakot, egy fizikai erőszakot is követünk el, olyan ideológiával, hogy egyébként úgy tudjuk elhelyezni, hogy az 56-os emlékművet majd ezen a székely kapunk keresztül lehessen megközelíteni és úgy lehessen koszorúzni. Szerintem ez egy rossz irány, ez egy téves irány, ez egy képzavar, ami szerintem ennek a városnak nem előnyére, hanem hátrányára szolgál. Nem kellene oda helyezni ezt a kaput, arról próbáltunk beszélni, hogy érdemes lenne egy másik távolságú teret találni. Éreztem, de én most csak a szakmai részét szeretném kihangsúlyozni, mert egyébként a székely kaput, mint köztéri szobrot gondolom egyben, az elég tényleg sok helyen elhelyezhető van, úgy, hiszen köztéri szobrok sok helyen vannak magunk. Tehát mindenhol méltó környezetet lehet kialakítani, a kicsit tovább éve, akkor a két hálózattal, amivel leérkezik a földre, hanem elképzelhet hozzá egy elfogadó teret, és azt látogatják az emberek. Tehát a másik, hogy úgy kéne egy ilyen szimbólumot elhelyezni, hogy ne csak legyen, hanem hogy oda is menjenek az emberek. Tudom, a családvezér téren még elképzelhető, még nagy tömeges igény is ezt használhat, de tényleg sok a szakmai részét szeretném ebben kihangsúlyozni. Tehát, hogyha az a képviselőtes előtés, hogy nehogy legyen, akkor az új helyszínre megpróbálom szintén ezen szakmai szempontok alapján megoldani a problémát. Hozzunk ide, szervezzünk ide a gazdaságban is elkérdezni, és akkor tudom, hozzunk ide a fölvédőt is elkérdezni, és akkor tudunk is ide a harangában, létrejön ezt a helyét, emlékhelyet kapunk. Ami nyilvánvalóan a családvezér. Nagyon érdemes lenne tovább gondolni, és ezt a három dolgot, a székely kapu elhelyezését, testvérületésének a megjelenítését, illetve a családvezér térnek a rendezését, én összevonnám, és a rendezésre lehetne kezelni. Az elhangzó településünkben még pedig a tévé igazolvált, és a kapvált is állnak be a fősorvált, szeretnő székely kapu elhelyezését, amelyet támogatunk.